2 vereséggel érkeztünk és egy döntetlennel, úgyhogy szeretük volna megnyerni a mai mérkőzést. A lényeget foglalta össze az MTK szempontjából Farádi Szabó Edina, hiszen a kékfehérek a DVTK, a Haladás, valamint a Ferencváros elleni találkozón sem tudtak nyerni, így a Keren ellen mindenképpen javítani szerettek volna a Jetson Liga 9. fordulójában. A hazaiak komolyan készültek az újonc elleni csatára. Sokat gyakoroltuk a támadásokat, meg a kis játékokat, tudtuk, hogy ezzel tudunk előnyt szerezni. Nagy Lilla pedig nem a levegőbe beszélt, ezt pedig duplán is bizonyította a pályán. A rózsaszín mezes MTK az ő góljával került előnybe a 29. percben. Alig 10 perccel később ismét Nagy Lilla köszönt be, így már 2-0 volt az állás. Gyönyörű indítás volt mindkét gólom előtt, úgyhogy igazából annak köszönhetem, hogy gólt szereztem. Az egyiket megpróbáltam a kapust átemelni, ott kicsit talán ügyetlenebbül nyúlt bele, és ezért pörgött be a kapuba. Az inkább ott szerencsém volt, a második igen szép akció, csak be kellett fejeznem, úgyhogy igazából a társamé az elismerés. Az eredmény a fordulásig már nem változott, de hiába vezetett az MTK, Cseh András mégsem volt teljesen elégedett. Lassan, sok érintével játszottunk, nem játszottunk jól. A második félidő első negyedórája viszont biztosan tetszett Cseh Andrásnak is. Az MTK ugyanis az 55. percben Olivéra Milunovic góljával 3-ra növelte az előnyét. Három perc múlva jött a negyedik hazai találat, ezúttal is Olivéra Milunovic köszönt be, így Nagy Lilla után ő is duplázott a mérkőzésen. Az íra a pontot pedig a 90. percben Farádi Szabó Edina tette fel. Az MTK végül 5-0-ra nyert a Kelen ellen. A mérkőzés utáni értékelés Cseh András azzal kezdte, mi változott a második félidőre. Hát egy hajszállal gyorsabban játszottunk, talán egy kicsit jobban csipkedték magukat a lányok. Gól helyzetekben ez nem nagyon mutatkozott meg, illetve gólokban. Hiányoltam még jó pár volt a másik félidőre. Az első félidőben nagyon tetszett, hogy közel 30 percig nem kaptunk gólt, bár sajnos nem volt sok helyzetünk. Aztán kaptunk két gólt, azt mondom, hogy úgy rendben volt, kaptunk két hibából gólt. Aztán a második félidőben az utolsó gól nem kellett volna. Odáig egyébként azt éreztem, hogy minden annál sokat fejlődött a csapatunk. Nekünk az volt a lényeg, hogy az előző meccshez képest most tudjunk fejlődni, ez sikerült. Ha az utolsó volt nem kapjuk, akkor pedig a fejlődésünk még nagyobb lett volna, mint amire vártunk. Nem vagyok azért teljesen elégedett, mert úgy érzem háromszor ennyi gólt kellett volna lőni, de a győzelem szerintem nem forgott kockán. Az elején egész jól tartottuk magunkat, ami a végére kicsit elfáradtunk, de a fejlődés az látszik az előző meccshez képest. Fele másfél időket láthattunk, úgy gondolom az első fél időben kicsit átvettük a Kellennek a stílusát, nem voltunk határozottak a kapu előtt. Második fél időben pedig próbáltuk rendezni a sorainkat, és jobbak lettek talán a helyzet kihasználásaink. Ez egy pozitív élmény volt most nekünk. Igazából igaz, hogy kikaptunk 5-0-ra, de határozottan látszik a fejlődés az előző mérkőzéshez képest, és az is elmondható, hogy sokáig tudtuk tartani magunkat. A vége felé jött a fáradtság, és akkor szétestünk. Az MTK a következő fordulóban az Astra vendégeként lép pályára, míg a Kelen a Ferencvárost fogadja majd.